Nagyszabású Gálán talált gazdára tavaly az első Bedi-Eszti emlékdíj, akkor 8 a háttérben dolgozó, ám az előadások szempontjából nagyon fontos munkát végző színházi munkatárs közül került ki a nyertes, idén is reflektorfénybe kerülnek az egyébként a színfalak mögött tevékenykedő munkatársak, a tavalyihoz képest annyi változtatással, hogy ezúttal 7 jelöltre lehet majd szavazni. Ugye rajtunk művészeken nagyon sok reflektorfény van, viszont akik mögöttünk dolgoznak, sokszor többen, mint akik a színpadon vagyunk, örülünk nagyon. Kevés szó esik. Csak ilyen nyílt napokon, ilyen kulisszajárásokon jöhet be az ember a színház háttér backstage-ébe, és ott nézhet szét. És úgy gondoltuk, hogy ez egy jó apropó lenne, hogy akkor megismerjék azokat az embereket, akik nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk a háttérből. Miután a háttérben dolgozókat díjazzuk, így várható volt, tavaly szerencsére nem futottunk bele, de idén várható volt, hogy lesznek esetleg olyanok, akik nem vállalják az ezzel járó szereplést, és így a 8 helyet 7 jelöltünk lett. Velük ugyanúgy kisfilmek készülnek, majd egy ilyen játszóautóba fogjuk ugyanúgy leforgatni, ahogy tavaly is. Nagyjából olyan 15-20 perces filmeket fogunk készíteni a jelöltekkel, és ezek március végéig remélhetőleg elkészülnek, és utána nagyjából egy hónap lesz majd idő a szavazásra. A két főszervező, Tóth Zoltán és Vencel Kovács Zoltán mindketten nagyon jó barátságot ápoltak a 2016-ban váratlanul fiatalon elhunyt Bedi Eszter Súgó rendezőasszisztenssel, a díja pedig előtte tisztelegnek, mondják. Azt mi már tavaly eldöntöttük, nem csak azt, hogy sikeres lesz, hanem azt is, hogy ezzel hagyományt szeretnénk teremteni. Nyilván egy díjnak akkor van értelme, hogyha az nem egy egyszeri alkalommal kerül átadásra, hanem az minden évben akkor ismétlődik. Annak nincs értelme, hogy egy ilyen gálát, egy ilyen szavazást végig vigyünk, és azt ne vigyük tovább évekre, akár 50 évig, vagy nem tudom meddig. Ha elkezdtük, akkor végig kell csinálnunk. Nem csak magunk miatt, hanem az Eszti emléke miatt is. Az nem lehet, hogy egy ilyen műsort csinálunk, meg egy ilyen jelöltes dolgot, meg egy ilyen nyertes dolgot, ezt végig kell csinálnunk. És idén talán egy picivel könnyebb a dolgunk, tavaly már kiálltunk nagyon-nagyon sok utat és ösvényt, de azért idén is vannak mindig meglepetések, és ezekre fel kell készülnünk, és meg kell oldani őket. A 2018-as Bedi-Eszti emlékdíjat április 23-án a Vaskakas Művészeti Központban este 7 órától kezdődő gálán adják majd át, ahol a jelöltek megismerésén kívül a tavalyihoz hasonlóan idén is számos meglepetéssel készülnek majd a szervezők.